Sziasztok, Geri vagyok a Bénfény Tatóval, és most megpróbáljuk az üzletünket egy kicsit más szemszögből, mint eddig bemutatni. Rengeteg érdekességet fogtok látni, mint a Mystery Gang zenekart, Danit, Hagit a tetoválóinkat, és Ádámot, ahogy átalakítjuk. Life was simple, Roger was working round the clock to make a living. No computer. Sziasztok, Ádám vagyok, Tóferről érkeztem, 27 éves vagyok. Zenével foglalkozom hétvégente, tehát a zenekarban játszom, és mindenkit, hogy jól megy. Sziasztok! Szombati Dániel vagyok, 26 éves, 2010 óta balrok, és nekiálltunk ennek a projektnek. Van már tetoválásom, de hát egy új, mindig új izgalommal jár, úgy gondolom, és hát egy egész arról lesz ugye szó, ami kicsit brutálisabb lesz. Az Ádám akarjára egy old school bagoly mintát terveztünk és vartunk fel zsebórával és egy oldala hátterében, némi tölgyfalevéllel megkörítve. Sokakból felmerült a kérdés, hogy mi a célunk és mi a lényeg ennek a műsornak. Igazából azt szeretnénk megmutatni, illetve bemutatni ezt az egész stílus, mindenki használja a rock'n'roll szót. Akár, hanem egy picit külsőségükbe próbáljuk megmutatni, de Ádámot azért választottuk, mert ő is viszonylag elég jól éli ezt a stílust, és nem ilyen instantként, mint sokan mások. A nevem Horváth Mário, Szlovéniából jöttem, 23 éves vagyok, a mesterségem címere stylist. Szettjeit azt nagyjából én fogom megálmodni. Elsősorban kiválasztottam neki egy trikót, amin egy ilyen old school motivum van rajta. Összhangban legyen a ruha és a tetoválás. Sziasztok, Logi vagyok, 25 éves, 2010 óta foglalkozom tetoválással, 2014 tavaszától kezdtem tetoválni a BP-ing stúdióban, utóbbi időben a kedvenc irányzatom az old school, úgyhogy abszolút kedvemre való volt ez az aktuális projekt, ugye, hogy Ádámot feldíszítsük régi iskolás motivumokkal, hogy itt most ebben a kis bemutató videóban abszolút kiélhettem magam ilyen téren. Igazából a mi tetováló motivumokat mi kedvelünk, ezek itt rajtunk láthatóak, ezek a klasszikus old school tetoválások. Valahogy már nagyon fiatal korunkban fölfigyeltünk arra, egy régi tetováló újságban, vagy amerikai lap lehetett, egy régi rakavénys haverom, a BB, a Psycho Balázs mutatta nekem, ahol ilyen amerikai rakavénys állók voltak, és akkor ott volt mellette valami fekete-fehér képen, egy ilyen rommával haljabb, jól látható volt, hogy a képem is az 50-es években, 40-esben, hanem inkább valahol a 30-es években készült. És akkor így utána néztünk, hogy ki lehetett ez a pali, meg izé, úgy mint a Sailor Jerry, és akkor kiderült, hogy Hawaii szigetén ő volt az első, aki azt a színes gépi tetoválást elkezdte, és mint amely már a 20-as évek végén nyomta ezeket a klasszikus kikötői mintákat, ezeket a Sailor inkeket, ami először ilyen utazással kapcsolatos, meg ilyen vágyódással kapcsolatos volt, mint inkább szigetvilág, aztán később már a 60-as évek második felében ezzel a szigetvilági motivumokkal is kibővült.
de itt még ezek a klasszikus rock and rollhoz köthető 50-es évekbeli tetoválások, ezeknek a gyökere volt a Sailor Cherry-nél a 20-as évek végén, 30-as évek elején ott van ered, és akkor valahogy ezeket megszerettük, és akkor tudod, ilyen klasszikus, mint olyan mérleg, kulcsú, klasszikus női figura a pesgős pohárban, vagy nő neki támaszkodva a zenegépnek. És akkor kialakult ez a pin-up kultúra már a 30-as években, ez ilyen csajokról szólt, hogy fotózták csajokat, tehát pin-up ugye annyit jelent tűzt fel, naptárlányokat jelent, magyarán mondva, és akkor a 40-es, 50-es években ezeket már előszeretettel használták a kikötői mintával jobban összepárosítva, és akkor így megszületett a klasszikus Rocky Ring, a rock and rollhoz köthető tetoválások, ami az 50-es évek elején volt a mai napig a megfigyelhető a hardcore-ton, a hip-hopon keresztül egészen, nem tudom, hard rock vagy heavy metal. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy így a tetoválás újra reneszánsz, hát él, és főleg az, hogy az a bizonyos rákénink, amit mi is viselünk magunkon, ez a klasszikus Sailor Jerry-féle tetoválás. Így kicsit ez a stílus jegyek jobban kijönnek, és nem csak egy ilyen átlagos, mint hogy ezekről a non-fikről van szó. És ez egy jó dolog, hogy mindenki megtalálja ebben a fajta klasszikus tetoválásban a saját stílusát, függetlenül attól, hogy ő milyen zenét szeret, hip-hopot, diszkót, rock'n'rollt, rockabilly-t vagy metalt. Ugyanúgy megtalálja ezt a saját maga dolgait a klasszikus tetoválásban. Most, hogy igazából fél úton tartunk, a srácok szerintem iszonyat jól dolgoznak. Időben még így a csúszásokkal is egyelőre lekopogom, bár lehet, hogy most kiabálom már, hogy tök jók vagyunk, úgyhogy szerintem jól lesz. Várjátok ki a végét, és most így megkapcsoljátok el. Kiválasztottam neki egy piros kockás, piros-fekete kockás inget, ami kicsit így, kicsit a 90-es évek elejére a grunge stílust jelképezi, aminek Kurt Cobain volt a zászlóvívője, mert úgy gondolom, hogy ezekkel a old school tetpokkal ez a grunge stílus jó tud párosulni. Gerivel elmentünk vásárolgatni ruhákat, és amit nem tudtunk beszerezni márkaboltokban, azt egyéb boltokban megszereztük, ahol tudtunk vásárolni ilyen kitűzőket, felvarrókat, és fel fogjuk varni ezeket a dolgokat ezekre a farmer csekikre. Igazából az a lényeg, hogy vettünk két farmer csekit, aminek már leszettük az ujját, és egy picit előre dolgoztunk, már csúszásra vagyunk általában, és igazából vettünk így térnát, mi fogjuk rávarni, tehát teljesen handmade lesz. Azért van két mellény, hogy még 100%-osan nem állhatsz a mellénynek az Ádámnak a két szettje, és most az Ádám fogja kiválasztani, melyiket szeretnék fölvenni. Úgyhogy mi most nekiállunk. Addig nézzétek Ádám szenvedését szerintem. Can't make it on my own.
egy-egy alkalom alatt 4-5 órát dolgoztak rajta. A legfájdalmasabb, ahol eddig vartak, az a felkarom és a belső, ezt mindenkinek ajánlom. Felkarjára egy meglévő régi tatoválásának a fedése gyanánt egy old school női arcot egy fején hordott, levágott puma fejjel készítettem el. Az is egy viszonylag hosszabb terjedelmi munka volt, de itt tartóan állt a sarat, és hát egy alkalommal sikerült befejeznünk ezt a mindent. Államra először egy, a belső felkarjára egy lámpást készítettünk, abba némileg egy neotradicionális vonalat is igyekeztem belecsempészni, az alkarja külső felére pedig egy horgony készült a szülővárosának címerével ellátva, illetve hogy összekössük a karján lévő motivumokat különböző helyeken, különböző klasszikus mintákat, amik természetesen bele is összeillenek. Virágok, családdal kapcsolatos képek, borotva, minden, ami egy ilyen old school stílusba beletartozik, ezeket így próbáltuk belevinni. Úgyhogy Dániel ezt a végén összekombináltuk. Figyelj, én arra gondoltam, hogy itt oldalt felnyírod neki, de és fent hagyod, nem vágsz belőle semmit, fent oldalra meghúzod kicsit, és úgy kérném, mintha ezek a 60-as évek klasszikus rockabilly, de mégse az kicsit ez a modernebb változat. Akkor az fel. Igen, így van. Okay. Meg a végén azért megkérdik egy fényes passzal. Igen, jó. A szakád viszont hagyjuk nőni, és csak kicsit megigazítgatod. Ja, az ilyen kószos szállat. Igen, így van. Igen, jó, kirej, meg kicsit bajusz, minden. Igen. Jó, királyság. Végül elkészültem, a végeredményt hamarosan láthatjátok. Na drága Ádám, akkor adod már neked ezt a szettet, amit egyébként utcára is felvehetett, de leginkább ez ilyen buddhizó szerkó lenne. Na, ez a Misfit, őket szeretem. Egy nagyon klassz trikó, mindent látok szemben, szuper. És egy klassz fekete koptatott fornyas cukor, nagyon jó, és a csukák is passzolnak, már nagyon örülök neki köszöntem. Na akkor ezt át is adnám, és elmehetsz átötözni, és akkor lássam rajta, hogy áll rajta az ötlet. Just pretend.
első nekem, a második szetnek, légy szíves, próbáld ezt a nadrágot, és ez az inget, amit a farmerhoz álmodtam meg neked. Ez a szett, ez kicsit színesebb, mint a másik, az kicsit sötétebb és zorda volt, ebben meg játszunk egy kis színkombinációkkal. Oké, mindjárt jövök. Most, hogy így elérkeztünk a műsornak a végéhez, szeretném megköszönni minden szereplőnek, mindenkinek, aki egy kicsit is hozzájárult, hogy ez a műsor el tudjon készülni, és nem utolsó sorban a szponzorainak szeretnék még köszönetet mondani. Sziasztok! Köszönetet mondani a barátaimnak és szervendégeimnek. Barátaim, olaszunk, migasszunk, még adjunk együtt barátommal, Verekedős Istvánnal. Várj, olyan.